Amikor olvastátok a főcímet, akkor gondolom, meglepődtetek. De ezt a döntést már elég régen meghoztam, úgyhogy nincs visszaút. Illetve azt még tudnotok kell, aki nemrég csatlakozott a csatornához, hogy én már éltem Olaszországban, Franciaországban, Horvátországban, természetesen Magyarországon születtem, és most Araszországban tengetem a napjaimat. Épségben visszaértem Szentpétervára, de mielőtt elmondanám, hogy hova lesz a következő destináció, iratkozz fel a csatornára, nyomj egy lájkot, ha tetszett a videó, és oszd meg minél több emberrel. A csengöről ne feledkezzel, és lent minden információt megtalálsz, ha tudod támogatni a helyzetet. Amint azt is látjátok, itt ülök Mirna szobájában, és pörgetem a földgömböt. És lassan megosztom veletek, hogy mi is a célom, és miért is megyek el. Illetve az előző hét kapcsán még annyit, hogy ugye a szombati harmadik premier előadás elmaradt, ami áprilisban beleszpótolva, de teljesen érthető ez a döntés, hogy minden eseményt töröltek és gyásznapot írtak ki. Oroszország még mindig döbbenten áll az események előtt, és egyként támogatják a nyomozókat, hogy minél hamarabb megtalálják a bűnösöket. Mert ugye az a pár elvetemült törült, és igen, csak nem túl kultivált ember, és most finoman fogalmazok, aki végrehajtották ezt a parancsot, ők csak a jéghegy csúcsa. Na de, lépjünk tovább, mert úgy gondolom, hogy ezt már két interjúban is kifejtettem, és a saját vlogomon is olvastam föl neked, vagy nektek helyi híreket. Pont ide fogok menni. Érdekes hely. És már jártam itt. Miért is akarok én elmenni? Te most komolyan azt hittétek? Dehogy is. Nem azért megyek el, mert megijedtem, mert betoltam. Dehogy. Én maradok itt. Illetve csak négy napra utazom el. B-vel kezdődik a neve, és Erlinre végződik. Bizony, bizony. Berlin a következő destináció. Mesterkurzus fogok tartani Berlinben, három napon keresztül. Maga az utazás négy napos lesz. És itt szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy mivel nem egész nap fogok ott dolgozni, hanem naponta csak három óra elfoglaltságom lesz, és a nap többi részében, pedig teljesen szabad leszek, arra gondoltam, mi lenne, ha mi találkoznánk. Tehát, ha Berlinben élsz, vagy annak a közelében, és remélem, hogy van németországi követőm, illetve tudom, hogy van, mert már írtátok, netán ott jársz a környéken, vagy el tudsz jönni, akkor találkozzunk. Annál jobb nem is lenne, mint hogyha találkozhatnék veletek. Szóval, mik is az időpontok? Március 28 és április 1 -e között. Tehát, ha lenne kedved egy előhúsvétot tartani, ami egyébként a kedvenc ünnepem, akkor szeretettel várlak. Tudom, hogy nagyon az utolsó pillanatban szólok erről, de most így jött ki a lépés. Lent a komment szekcióban írjátok meg, hogyha netán valakinek van kedve, illetve ideje velem találkozni, és utána majd megbeszéljük, hogy miként tudjuk összehozni ezt a találkozót. A következő rész, vagy részek természetesen be fogják mutatni az én kis németországi kalandomat illetve hogyha sikerül összehozni egy közönség találkozód, akkor bizonyára az is bele fog kerülni a helyzet jelentésben. Addig se felejtsetek el feliratkozni, lájkolni like és megosztani. ami mi hamarabbi viszont látásra a következő epizóddal már Berlinből, illetve magáról az útról lesz Valamennyi felvétel. Remélem, kevésbé lesz kalandos, és a lehető legsimábban eljutok Németországban. Legyetek jók, ha tudtak.